A hegyi beszéd következő szakaszából olvasom Isten igéjét, amelyről az ő lelkét segítségül hívva szeretnék szólni közöttetek. A Máté evangéliuma 5. részéből a 27-től a 32-ig való verseket. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott az is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Két örömömmel hagy kezdjem ezt az alkalmat. Először is olyan jó volt, amikor elkezdtem készülni, abban az örömben megtölteni a szívemet, hogy olyan jó rátok gondolni, akik vállaljátok ezt az estét, és itt vagytok egész napi tennivaló után, és vágytok Isten igéjére. Olyan jó, hogy nem csak úgy akartok a világban élni, hogy a világ hatásait veszitek magatokhoz, hanem vágytok arra, hogy Isten is szólítson benneteket. Olyan jó, hogy egy olyan közösségre vágytok, ahol át tudjátok értékelni mindazt, ami a világban ér benneteket, és tudtok növekedni Isten igéjében, és tudtok együtt is bizonyságot tenni egymás felé, és megerősödni az Úrban. Szóval ez az elsődleges örömöm, hogy jó volt így rátok gondolni, akik ezt a több és nagyobb utat választjátok, és vágyjátok az Úrral járni. Aztán örömöm az is, hogy a hegyi beszéddel foglalkozhatunk, és ti foglalkozhattok folyamatosan, és most nekem is adtátok ezt a feladatot, hogy készüljek. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy mikor is szólított ez engem először, ha nem is pont ez az ige, hanem általában hegyi beszéd, akkor úgy az jött elém, hogy körülbelül ebben a korban, mint ti vagytok. Úgy egyetemista éveimben jött igazán úgy közel hozzám a hegyi beszéd, hogy most már valóban szeretném elindulni azon az úton, hogy igen, ez életté legyen az én szívemben. Nyilvánvalóan azelőtt is olvastam, de úgy mélyebben úgy, hogy most ez hogy legyen az enyém, úgy akkortól kezdődött ezzel a szívemben, és azon keresztül is, hogy volt akkor 3 példaképem, aki nagyon ott volt az életemben, mégpedig Tolstoj először, az ő műveit olvastam, faltam, nagy szeretettel, és mindig éreztem azt, hogy az ő művei mögött van valami mélyebb gondolkozás, érték, és aztán olyan jó volt olvasni róla, hogy a hegyi beszéd volt az ő életének fontos alapja. Aztán a másik 2 pedig, akiről nagyon sokat olvastam abban az időben, az Martin Luther King volt, és Mahatma Gandhi, akinek szintén faltam a gondolatait. Nyilvánvalóan egészen két különböző karakter, de mégis mindkettőnek a gondolkodási alapját a hegyi beszéd határozta meg szintén, hiszen ez alapján indultak el az erőszakmentes harcukra. Ugye Gandhi ott Indiában, és Martin Luther King pedig a színesbőrűek élén és oldalán, és azért nem ütöttek vissza, és azért tartották oda a másik orcájukat, és azért élték meg úgy mindazt, ahogy megélték, és olyan csodálatos látni, hogy ezzel győztek. És valóban ők megélték ezt az életükben, és ez győzelemre ment.
Hát így kívánom, hogy induljatok és járjatok ti is ezen az úton. És nyilvánvalóan azóta is ez az én életemben folyik, tehát nem úgy van, hogy ez egy befejezett út, hanem újból és újból hív az Úr, hogy ez alapján ő gondolhassa újra az én életemet. Ne paráználkodj, a 7. parancsolatot vesszük át ezen a mai estén, és amikor Isten elkezdte bennem ezt a gondolkodást, akkor azt hozta elém, hogy 3 féleképpen is viszonyulhatunk ehhez a parancsolathoz. Remélhetőleg ti a 3. vagytok benne, már régebb óta. Először is benne élünk abban a világban, ahol talán nem is ismerik már ezt a parancsolatot, vagy ahol éppen, hogy ennek ellenkezőjében az a felhívás van előttünk, és az a felhívás van a világban, hogy éld ki a vágyaidat, és mindent a vágyaid szerint. Nem, hogy ne tedd, hanem tedd, minél szabadabban, és minél jobban az, ami neked jól esik, és az, ami előtted van. A világban az emberek többsége nem foglalkozik ezzel a tiltással, mert egyáltalán nem foglalkozik Istennel, vagy ha foglalkozik is Istennel, akkor azzal nem, hogy ő valamiképpen is tilt előlünk valamit. Amit kívánok, azt megteszem. A jelszó élvezd ki az életet minél jobban, ne gondolj semmilyen törvénnyel, vagy éppen a másik emberrel. Csak azzal gondolj, amit kívánsz. Mennél jobban jó az neked, úgymond, annál jobban tedd meg azt. És aztán ezt táplálja a világ filmekkel, táplálja az internet különböző oldalaival, táplálja sokféleképpen, ami képi viszonylat, vagy éppen bulikkal, rengeteg mindennel. És egyre jobban átéljük azt a világban, hogy egyre jobban fogjai lesznek ennek az emberek. A bűn fogjai, a kívánság rabjai, a bűn szolgái. Jézus Krisztus egyértelműen fogalmazza ezt meg, amikor azt mondja, a világ atya az ördög. És amikor a kívánságot teljesíti az ember, akkor az ördög kívánságait teljesíti. És amikor azt mondja ez a világ, hogy élvezd a vágyaidat, arra azt mondja az Úr Jézus, embergyilkos az ördög, kezdettől kezdve. Nincs benne igazság. Csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Amikor az élvezetek felé visz, akkor végül a kiégés felé visz, végül ezek következménye felé visz. És látjuk és tapasztaljuk, hogy a végtelen se szeri, se száma azoknak a betegségeknek, ami pont ebből a bűnből következik. Hány és hány ilyen betegség van, akár gyógyítható már, akár még nem gyógyítható, mind a paráznaságból következő betegség, mert Isten törvényét nem lehet felülírnia a kívánságainknak, nem lehet felülírnia az embernek. Isten törvénye uralkodik ebben a világban, még akkor is, hogyha az ember ezt nem akarja figyelembe venni. Nem véletlenül mondja el az Úr Jézus Krisztus ebben a szakaszban 2-szer is ezt, hogy az egész tested a gyehennára vettetik. Különben, ha nem figyelsz arra, amit Isten mond ebben az igében neked. Másodszor az jött elém, hogy aztán vannak a világban olyan emberek, akik tudják ezt a parancsolatot. Most egyre többen megtanulják is, hiszen kötelező lesz az erkölcstan, a hittan, és bizonyosan legalább a 10 parancsolatig mindenki elmegy, és aztán vannak olyan jó szándékú gondolatok az ember szívében, hogy igen, hát akkor valamennyit ebből megvalósítani. Igen, ebből megélni valamennyit, de az ember magától csak egy bizonyos szintig jut el. Az ember magától eljuthat körülbelül addig, mint ameddig eljutottak a farizeusok is. Úgy magyarázták ezt a parancsolatot, hogy ne paráználkodj, hogy annyit jelent, ne törj házasságot. Úgy látványosan teljesíteni ezt a parancsolatot is, mint a többit. De aztán, hogy a mélyen mi van, hogy igazán a szívemben mi van,
odáig már magától nem jut el az ember. Addig jut el az ember, hogy valahogy a felszínen a maga erejéből valamit teljesíteni. Lelkészként nagyon sokszor kérdeznek meg, főleg amíg még ifjúsági lelkészek is voltunk férjemmel együtt, egyetemisták, fiatalok, hogy mit jelent, meddig lehet elmenni akkor azzal, hogy ne paráznák, hogy mit lehet megcsinálni, mit lehet megtenni házasság előtt, és mit nem. És vajon azt még meg lehet-e tenni, és ezt igen, és konkrét dolgokra is rákérdezve. És valahol sokszor úgy érzem, amikor ezek a kérdések így konkrétan is elhangoznak, hogy ezt igen, ezt nem, és mostanában például teológus hallgatók tették fel ezt többen nekem ezt a kérdést, hogy valahol egy kicsit a mélyen ez a farizeus szívünk szólal meg bennünk, és teszi fel ezt a kérdést. Az a szívünk, amely csak azzal az emberi lehetőséggel gondolkozik. Én nekem mi megy? Mik az én korlátaim, mik az én lehetőségeim, mi az, amit én még meg tudok tenni, mi az, amit nem, mi az, amit teljesíteni is akarok valamit, de ugyanakkor érzem azt is, hogy a világ is vonz, meg bennem is vannak korlátok, ezért elmondom, ami nekem megy, amit én meg tudok tenni. Hát ezt tették ott a farizeusok is, amikor leírták az ő törvényeikbe, hogy mi ennek a törvénynek a magyarázata. És aztán harmadszor olyan jó az Úr Jézus Krisztusra rátekinteni, aki visszamegy ennek a törvénynek az eredeti magyarázatához. Aki a gyökerekig megy vissza, aki az Isten eredeti gondolatáról beszél. És miközben látjuk ezt a magyarázatot, aközben betölti a szívünket az ő szent lelke, és betölti annak a lehetősége, hogy általa benne igen lehetséges azt az eredetit betölteni. És hogyha rátekintek, akkor nem csak magamra, és nem csak az én lehetőségeimre, az én gondolataimra lehet néznem. Olyan jó látni, hogy ahogy ő magyarázza, azon keresztül kiviláglik, hogy mekkora nagy az Úr Jézus szentsége. Hogy milyen mély az ő szentsége, és mennyire tökéletes, ahogy ő gondolkozik, és ahogy ő betöltötte a törvényt. És hogy mennyire igazán ismeri az Úr Jézus az emberi szívet. És hogy mennyire tudja, hogy zajlanak bennünk a folyamatok. Hiszen ő az, aki teremtett bennünk. Ő ismer bennünket igazán, és ő tudja leírni a bennünk zajlódó folyamatokat. És milyen csodálatos, hogy olyan törvényeket ad az Úr Jézus Krisztus, amelyek működhetnek. Működnek. Nem tőlünk, nem a mi lehetőségeinkből, de általa. És amelyekre, ha igent mondunk, akkor áldást hoznak, és nem romlást a mi életünkben. És ez az ő akarata velünk. Mondtam az előbb a bemutatkozásnál, hogy családterápiát is végeztem, és ott is végig, amikor azokról a dolgokról beszélgettünk, hogy mik működnek a családokban, és mik azok, amik megtartják a családokat, azok mind bibliai eredetű törvényszerűségek voltak. A Bibliára visszavezethető, vagy a Bibliából eredeztethető törvények. Ezen a héten a reformáció hetében vagyunk, most a mi gyülekezetünk is éppen azt ünnepli Fasorban, és olyan jó ezen elgondolkozni, különösen ezen a héten, hogy a reformáció ugyanerről szólt, hogy vissza az alaphoz, vissza a gyökerekhez, és bennünket is erre hív, hogy így gondolkozzunk, és így adjuk át a szívünket, és így reformáljuk, hagyjuk, hogy az Úr reformálja a mi életünket. Nos, hogyan is magyarázza tehát az Úr Jézus Krisztus ezt a parancsolatot, és hogyan akarja ő reformálni ezen keresztül a mi életünket. 8 rövid pontot szeretnék itt végig mondani, tényleg csak nagyon röviden, de azért mondom, hogy így tudjátok együtt követni velem. Először is legyen a szívetekben, vagy jöjjön a szívünkbe az a kép, amikor az Úr Jézushoz odahoznak egy parázna asszonyt, emlékeztek rá, és tombolott mindenki, mert rajta kapták a paráznaságon. Ez volt a farizeusok fő tanítása, hogy ez jelenti, ezt nem szabad megtenni ez alapján, a törvény alapján.
és árgus szemmel figyelték, hogy ki az, aki elköveti, rajta kapták. Mit tesz ott az Úr Jézus? Mit mond? Az vesse rá az első követ, aki közületek ugye nem bűnös, aki nem tette meg. Volt ott egy valaki is, aki követ vethetett arra az asszonyra? Nem volt. Mindenki eltávozott onnan. Úgy gondolom, ugyanígy ülünk itt mi is. Én is, és mindannyian ezzel a parancsolattal kapcsolatban egyikünk sincs, akihez ne szólhatna így az ige, hogy bizony mindannyian érintettek vagyunk benne. Ugyanakkor a paráznaság témájával kapcsolatban csak egyedül a kegyelem témája az, amely nagyobb, és amely legyőzi ezt mindannyiunkba, és legyőzi ezt benned is, és legyőzi bennem is, és legyőzte abban az asszonyban is. A kegyelem és a kegyelmes Úr Jézus Krisztus, aki befogadja azt az asszonyt, aki a paráznaságban érintett, aki a paráznaságban már lehet, hogy nagyon mélyre ment, aki a paráznaságban megkötözött, a kegyelem, amely nagyobb, mint a paráznaság, a kegyelem, amely magára veszi ezt a bűnt is, a kegyelem, amely azt tudja mondani, hogy többé ne vétkezzél, menj el, és szabaddá teszlek, és a kegyelem, amely olyan szabaddá tudja tenni azt a Mária Magdalénát is, hogy valóban egészen megváltozik az ő élete. Ezt tudja végbevinni az Úr Jézus kegyelme a mi szívünkbe, a mi életünkbe is. Másodszor olyan jó látni az igében azt, hogy az ige nem prűdségre tanít bennünket, amikor ezt a parancsot adja nekünk. Nem arra tanít, hogy akkor minden ilyen gondolatot, vagy ilyen témát vessünk ki a gondolatunkból, szívünkből, hiszen a 66 bibliai könyv között ott van az Énekek éneke is, amely tele van szexuális képekkel, gondolatokkal, ennél egyértelműbben, valóságosabban nem sok helyen fogalmaztatik meg, kanonizált könyvként ez a téma. Egyértelmű ebből, hogy ahogyan talán ti is hallottátok már ezt a hasonlatot, hogy a szexualitás olyan téma, amely hasonlítható ahhoz a tűzhöz, amely a kályhában van, ott melegít, és ott valóban jól haszonnal van ott, ugyanígy van a szexualitás és a házasságban, ahol fontos, és melegíti, és erősíti a kapcsolatot, és amikor a tűz kívül van a kályhán, ott pedig óriási nagy bajt és nagy kárt tud elvégezni. Harmadszor azt hozta Isten elém az ige alapján, hogy Isten a legnagyobb és a legjobb házasság szervező. Olyan jó ez alapján, ez ige alapján ezt a szívetekre helyezni, és vigyétek el ezt a képet Istenről. Ő a legnagyobb és a legjobb házasság szervező. Hiszen ő mondja ki legelőször, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ő mondja ki a legkorábbi igékben azt, hogy nem jó, és éppen ezért szerez házasság társat, hogy jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek. Ő adja azokat a törvényszerűségeket, hogy ugyanannyi nő születik, mint amennyi férfi. Hogyha jön egy háború, akkor ha meghalnak a férfiak, akkor utána sokkal több férfi születik, mint nő. Olyan csodálatos, hogy ő a legjobb házasság szervező. És így van, ahogyan hangzik az a mondás, amit talán ismertek, hogy a házasságok az égben köttetnek. Igen, nektek is megvan az a társatok, akit Isten elrendelt számotokra, akit Isten kirendelt, ha csak nem azt a kegyelmi ajándékot adja nektek, hogy valamiért, a szolgálatért egyedül maradjatok, de Isten kijelölte számotokra, és ő szervezi ezt az életetekben. Csak az ember rontja el azt, hogyha kihagyja Istent a számításból, és a vágyaira hallgat, a vágyai diktálására hallgat, az ember rontja el azt, amit Isten már jól kitervezett, és jól elrendezett már a születésünk előtt, mint egy tálcán oda készít majd nekünk
Én is ezt éltem át, ahogy a férjemet kaptam. Negyedszer arról szeretnék tovább beszélni, hogy hogyan működnek ezek a vágyaink, amelyek elronthatják, vagy ha Isten által jól kezeljük, akkor pedig jó felé vihetik ezt az egész témát. Mert arról beszél itt az ige, hogy beszélhetünk úgy a paráznaságról, hogy csak felszínesen, ahogyan tették ezt a farizeusok, és teszi ezt sokszor az az ember, aki csak érintőlegesen beszél, vagy gondolkozik a 10 parancsolatról, vagy pedig beszéljünk úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus teszi, hogy a mélyére megyünk ennek az egész kérdésnek, és a mélyét érintjük. És a mélyére megyünk, akkor azt látjuk, hogy a mi vágyaink már ott dolgoznak a mi szívünkben, és ha a vágyainkra hallgatunk, akkor elkövettük a paráznaságot. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez egy olyan folyamat, amely elindul a testrészeinktől. Elindul a szemünktől, elindul a kezünktől, vagy ugyanígy a többi testrészt is mondhatjuk. A testrészeink viszik be a mi gondolatainkba, a szívünkbe, a mi vágyainkat, amiknek ha enged a szív, akkor már megtörtént a paráznaság. Még akkor is, ha kifelé senki sem látta, de Isten látta, és Isten tudja, hogy mi van ott a szívünkben. Éppen ezért foglalkozzunk ezzel, hogy mi van a mi szemünkkel. A szem csábítja el a szívet, mondja először az Úr Jézus. A szem, amely annyi sok gyönyörűséges dolgot is át tud élni, a gyönyörű alkotásokat, a művészek ezzel alkotnak, és ezzel élvezhetjük mi is az ő alkotásukat, de ugyanez a szem a csábítás eszköze is lehet. És ugyanaz a kéz, amely tud ölelni, amely tud segíteni, és amely annyi jót tud véghez vinni, ugyanez a paráznaság eszköze is lehet. A kívánságok, amely az én bensőmben, szemem, kezem által, gondolataimba mennek, amelyeket táplál a tévé, táplál az internet, táplál sokféleképpen ez a világ, hogyan hatnak az én életemre. És nyilvánvalóan ebben lead egyfajta üzenetet ez a világ, és leadok én is egyfajta üzenetet, és kérdés, hogy mi az, amit felveszek, és mi az, amit hagyok, hogy hasson rám, és beengedek az én szívemre és az ön bensőmre. Mi az, amit beengedek? Mi az, amit nézek? És mi az, amit bekapcsolok? És mi az, amit kikapcsolok? És mi az, amivel én hatok a környezetemre? Itt nyilvánvalóan fontos az öltözködés. Fontos, ahogy én megjelenek, ahogy én csábítok, ahogy én hatok. Nem olyan régen egy házaspáros alkalmon, ahol mostanában sokat szolgálunk, mondta el egy édesapa, hogy úgy ült ott a fasori templomban, hogy nem tudott odafigyelni az Isten tiszteletre, mert előtte ült egy fiatal lány, ő is ott ült a feleségével, de mégis annyira lekötötte a figyelmét ennek a lánynak a nem felöltözött volta. Tudnélik, az egész felső része olyan szabadon volt, és úgy volt ott jelen, olyan csábítóan, olyan csinosan, hogy hiába igyekezett a gondolataival újból és újból az igére figyelni, mégis újból és újból visszament a szeme erre a jelenségre és erre a látásra. Nem mindegy, hogy csábítok, vagy nem mindegy, hogy mit keltek az én öltözködésemmel. Nem mindegy, hogy táplálom a kívánságokat, vagy pedig azzal is Isten dicsőítem. De nem mindegy, hogy én magam is az én szememmel, az én mindennapi tevékenységemmel, hogyan táplálom a kívánságaimat. Olyanok a kívánságaim, mint a drog. Sokféleképpen láthatjuk ezt az életünkben. Ha egy kicsit is elkezdem táplálni, egyre több kell belőle.
És egyre inkább vágyom rá, hogy nagyobbat, többet, azzal a többel érem el ugyanazt a hatást. És aztán uralkodni fog rajtam, és állandóan a körül forgok. Nyilvánvalóan minden ember más. Van, akit egyáltalán nem hat meg ugyanaz a látvány, mint ami a másik embert meghatja. Éppen ezért nem lehet törvényeket hozni, hogy most akkor valakinek mi az, ami biztosan nem lehet, és valakinek biztosan ez és az lehet, mert ezt mindenkinek egyen-egyenként magának kell meglátnia, hogy mi az, ami engem csábít, és mi az, ami már nekem sok, és mi az, ami még nekem lehetséges. Más és más a vérmérsékletünk. Nincs okunk ebben egymás fölött ítélkezni, de magam fölött kell, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, azért, hogy megmaradhassak az ő útján. És aztán mit tegyünk, mondja itt ötödször az Úr Jézus Krisztus, és megdöbbenünk, ahogyan ezt mondja, ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki azt, és dobd el magadtól, és ha a jobb kezed visz bűnre, vágd le azt, és dobd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy vész el a tagjai közül, mintha az egész tested vetetik a gehennára. Meglepődünk ezen a kijelentésén, miközben Jézus Krisztusnak egyik kedvenc kijelentése, bizonyosan megismertétek már, hogy többször is idézi ezt. Például, ha a Máté 18-at kinyitjátok ott is, pedig ott egyáltalán nem a törvényről van szó, de ugyanezt idézi, és ott még a lábakat is beleviszi. Nyilvánvalóan nem öncsonkításról van itt szó, hanem önmegtagadásról, keresztfelvételről. A bűnös cselekedetek határozott elutasításáról meghalnak számunkra, vagyis megöljük őket. Azoknak a dolgoknak az elvetéséről, amelyek könnyen kísértést jelentenek számomra. Tartózkodom, elvetem, akár könyvek, filmek, internet oldalak. Vágd ki, ne nézd, tégy úgy, mintha már kivágtad volna, mintha vak lennél rá. Jobb könyvének a ide vonatkozó igéje csodálatosan magyarázza ezt, amikor azt mondja Jobb, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsem a szűzekre. Amikor még ifjúsági órákat tartottunk, akkor még úgy voltak a újságárus bódék, hogy tele voltak ilyen pornó újságokkal is, hála Isten, aztán ezt megtiltották. De akkor elég sokat beszélgettünk arról így ifjú órákon is, hogy ez is mennyire nehéz, hogy egyszerűen az utcán nem lehet úgy végigmenni, hogy az emberben ne induljanak el olyan gondolatok. És olyan jó volt, ahogy egy ifjú órán valaki megfogalmazta, egy fiatal megfogalmazta, hogy ő rájött arra, hogy úgy kell kiválnia a szemét, hogy átmegy a túlsó oldalra. Akkor, és nem azon az úton megy, hanem egy másik úton, mert tudja, hogy ott van az az újságárus, amely mindig lekötötte a szemét. Vajon megtettünk-e olyat, hogy egyes oldalakat kizártunk, vagy egyes oldalakat letiltottunk a számítógépünkről, hogyha azok úgy hatottak, de bizonyosan mindannyiunkra hatottak, hogyha nem teszem meg ezeket. Hatodszor, amiben tovább vitte Isten a gondolataimat, hogy ha mindemiatt korlátolt nyáspolgárnak tekintenek, azt vállalom-e? Hányszor találkozom azzal, hogy még nem nézted meg, még nem olvastad el, még nem láttad, ilyen műveletlen vagy? Vajon vállalom-e azt, hogy a kultúra terén műveletlen vagyok, de a gondolkozásomban tiszta? Hiány a világban, vagy mások szemében, de nyereség az Isten országában. Jobb elveszítenem, vagy nevetségessé válnom. Sokak számára, akik talán évfolyamtársak, vagy akár barátok, mint éppen a pokolba menni, mind azzal, ami megfertőzi a szívemet, életemet. Az örök életért bőségesen megéri az áldozatot hozni.
hetedszer, amit szívemre helyezett Isten, hogy ő, ahogyan mondtam, a házasság szerző és a házasság védelmező, és éppen ezért mindez, amiről szó van, a házasság előtti tisztaságra is vonatkozzon és vonatkozik. Nem olyan régen egy igehirdetésben olvastam azt, hogy amikor a rovarok lerakják a petéiket, akkor ők nagyon sokszor már a bimbókba lerakják a petét. Éppen ezért, amikor most ősszel almát eszel, akkor sokszor meglepődünk azon, hogy kívülről nem látszik semmi, hogy ez a kukac benne van az almában, nincsen jele, de mégis belülről, amikor megharapjuk, akkor látjuk, hogy ott van a kukac belülről. És nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet úgy tiszta házasságunk, hogyha korábban tisztátalan gondolataink voltak. Nem lehet úgy tiszta dolgot kezdeni bárkivel, ha korábban a tisztátalanság már berakta a petéit abba. Nagyon fontos, hogy ha korábban a mi életünket sok minden megfertőztem, nyilvánvalóan azért, mert a mi szívünk emberi és megfertőzheti, akkor minél inkább késztessen minket az Úr arra, hogy amikor Isten házasságot ad, párkapcsolatot ad, akkor ezt letegyük. És csak úgy kezdhetünk bárkivel újat, tisztát, hogyha azokat, amik ott vannak a mi életünkben, korábbi életünkből, akár fantáziák, emlékek, élmények, képek, azokat megtisztítsa Isten a mi életünkből. És befejezésül azt a szót szeretném a szívetekre helyezni, hogy hűség. Hűség Isten szavához, Isten törvényéhez, és ebben csodálatos példa József, akinek az igéjét olvastuk föl. József, aki ismerte a 10 parancsolatot, és aki elvitte magával akkor is, amikor rabszolgaságba került. Hűség Isten országához, ahhoz az úthoz, amin Isten vezet, a keskeny úthoz. Hűség Isten munkájához, a szent élethez, a szentséghez, amit ő munkál bennem. Hűség a társamhoz, akkor is, hogyha még nincs, ha még nem adatott meg, de hűljen megőrizni magam neki. Hűség a hithez, az elrendelthez, az időhöz, amikor majd kapok, és amit Isten majd elhoz az életemben. Hűség az Úrban való bizalomhoz, hogy ő mindent jól elrendez, és mindent jól eltervezett az én számomra. Hadd fejezzem be azzal a kis példával, amit nem olyan régen olvastam. Egy fiatal fiú várakozott az állomáson, és ott várakozott vele egy idős férfi is, mindketten vonatra vártak, de kiderült, hogy aztán más vonatra, és előbb érkezett meg az idős férfinek a vonata, és leszállt egy idős néni, és átélte azt a jelenetet, hogy egymás nyakába borultak, és elmondták, hogy annyira hiányoztál, olyan rossz volt nélküled a hétvége. Nekem is nagyon rossz volt. És amikor ezt a szeretetteljes jelenetet nézte ez a fiú, akkor nem bírta megállni, hogy nem szólt nekik, és mondta, hogy én is úgy szeretnék így megöregedni. Úgy szeretném, ha ilyen kapcsolatom lenne majd, ha idős leszek. Meg is kérdezte tőlük, hogy hány éve házasok, arra is válaszoltak, hogy 50-valahány éve házasok voltak. És aztán el is búcsúztak egymástól, és egyszer csak az idős férfi visszaszól, és megszólítja ezt a fiatal fiút, és azt mondja neki, hogy ne vágyjon erre, fiatal ember, ne vágyjon, hanem most döntse el, hogy így akar élni. Most hozza meg ezt a döntést. És ha most meghozza, akkor ennek meg lesz a gyümölcse. És ilyen gyümölcse lesz, mint amit lát a mi életünkben is.
Kávi János írja az ő institúciójában, és ezzel az idézettel fejezem be. Így írja, ezentúl mindent csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Ne azt keressük, ami nekünk jól esik, hanem azokat, amik az Úr akaratával megegyeznek, és amik az ő dicsőségének előmozdítására szolgálnak. Ezt a döntést hozza meg ő is, amikor megírja az institúciót, és ez a döntés mélyülhet el a mi szívünkbe. Ezzel és az összes parancsolattal kapcsolatban. Így legyen. Ámen.